köszöntenék mindenkit, aki megtisztelt minket a jelenlétével. Konkrétan ennek a könyvnek a bemutatója fog következni, amely a Szépség szolgálatában címet viseli, és tulajdonképpen egy interjú kötet, amelyben Somogyi Győző rendkívül sok díjjal jutalmazott, elismert és nagymúltú képzőművész beszél a történetéről, illetve tárja elénk a kozmogóniáját. Ezt a kettőt, ahogyan én láttam, mint egy egymásba oldva. A könyv szerzője pedig Takács Gábor. Takács Gábor érdekes konstellációt hordoz magában, ugyanis egyszerre gazdasági szakember és művészettörténész. Jó mondom, vagy hogy mellé lövök ezzel? Tényszerűen jól mondott, tehát valóban közgazdászként és művészettörténészként is végeztem, de ebben a könyvben azért az előbbi végzettségemet nem nagyon használom, tehát az egy puszta, hogy mondjam, tényszerű felsorolása az önéletrajzban, tehát jelen esetben ez nem számolt elő. Amivel szerintem nem jár rosszul az olvasó, hiszen így a könyv lényegesen olvasmányosabb. Rögtön az elején feltennék egy kérdést. Jó, mondjuk én nyilván tudom rá a választ, de talán a közönségből van, aki nem, hogy ti milyen régen ismerkedtetek meg, illetve, hogy tulajdonképpen jó barátok vagytok, és egy régebbi kapcsolat folytán alakult ki ennek a könyvnek a gondolata, vagy pedig inkább fordítva? Én gyerekkoromban, mint gondolom, hogy nagyon sokan mások is a hozzám hasonló generációból, vagy akár a nálam jóval fiatalabb generációból is, Somogyi Győző 6 történeti könyveivel találkoztam. Arra emlékszem, hogy amikor az első ilyen nagyobb kötete, a Szabadságharc hadserege megjelent talán 86-ban, akkor én előtte valamilyen képes újságban láttam erről egy beharangozó cikket, ahol elég sok oldalon keresztül nagyon látványos reprodukciókat közöltek, és hát onnantól kezdve így naponta elmentem a legközelebbi könyvesboltba, hogy megjelente már a könyv, aztán amikor megjelent, akkor nagyon örültem neki, nagyon boldog voltam. Hát akkor még személyesen természetesen nem ismertem Somogyi Győzőt, de ez a vonal, ez nagyon mélyen belémivódott. És aztán, amikor hát már sokkal később művészettörténeti tanulmányaimat folytattam, akkor találkoztam azzal, hogy hát a 20. századi magyar művészetről, meg elsősorban a grafikáról szóló művekben rendre szerepelnek az ő szita nyomatai, legalább említés szintjén egy-egy reprodukcióval jobb esetben. És akkor valahogy összekötöttem, hogy tehát akkor ő az, akinek én az illusztrált könyveit gyerekkorban találkoztam vele, és hát tulajdonképpen a harmadik találkozás, a valódi találkozás, az pedig 2009 végén, 2010 elejétől kezdődött, amikor pedig a családi szálakon keresztül egyre gyakoribb vendéggé váltam Salföldön, és ott Győzővel is nagyon sokszor találkoztam, ugye hát miután kiderült, hogy szakmailag is, személyes szimpátián túl szakmailag is tudunk egymással társalogni, ezért hát én nagyon megragadtam a lehetőséget, és igyekeztem minél több kincset kibányászni az ő fejéből, és pontosan ez a kincsbányászási késztetés vezetett oda, hogy néhány évvel később, 2014-ben az a gondolat fogalmazódjon meg, és aztán elültettem Győző fülébe is ezt a bogarat, hogy érdemes volna egy olyan kötetet készíteni, ahol ő kifejezetten a képzőművészeti elképzeléseit fejti ki, illetve a képzőművészettel kapcsolatos emlékeit gyűjti össze. Aki esetleg végigfutja a kötet bevezetőjét, az
az látja, hogy, hogy tehát ott kifejtem azt, hogy, hogy én úgy érzem, hogy Győzőnek ez a nagyon sokoldalúsága, ami, ami hát az életmódjából és, a, és az életútjából fakad, ez amellett, hogy őt egy rendkívül ismert és rendkívül széles körben tisztelt személyiségét tette, paradox módon talán oda is elvezetett, hogy, hogy a, az ő sok oldala közül sokszor éppen a képzőművészi oldal, amit ő pedig hivatásának tekint, az az oldal került, nem azt mondom, hogy háttérbe, de legalábbis nem az volt elsősorban bemutatva egy, egy portréfilmben vagy egy riportban. És úgy éreztem, hogy ezt mindenképpen korrigálni kell, vagy ki kell egészíteni az eddig megjelent írásokat. Úgyhogy ennyi a történet. Nyugodtan hozzá lehetem szólni, vagy ki lehet egészíteni azt, amit a Gábor elmondott? Hát odáig fajult a mi kapcsolatunk, hogy most már rokonok vagyunk, mert a Gábor kisebbik lányának a keresztapja az az én fiam. Úgyhogy rokonság. Ami pedig egy fontos kapcsolat. Igen. Hát való igaz, hogy én róla millió riport meg filmeske készült, de mindenkit csak a szamár érdekelt, meg a kecske, meg én, mint falura költözött csodabogár, és az, hogy hát képzőművész is, ezt nem nagyon jött át. És a Gábor ötlete volt, hogy kimondottan erről beszélgessünk. Úgyhogy előre is mondom, hogy mindenért a Gábor a felelős, tehát ha valakit halálra sértek a könyvbe, ami valószínű, akkor azért is ő. Nyilván mindenkire nem lehet tekintettel lenni. Na most ugye elhangzott, hogy itt a művészi munkásságod van kidomborítva, illetve az ezzel kapcsolatos gondolataid, és valóban a salföldi életedről, illetve arról a kis világról, amit ott sikerült létrehozni. A későbbiekben én is szeretnék majd hallani pár szót, de egy teljesen más összefüggésben, mint ahogy ezekben a bizonyos riport, illetve portréfilmekben szó esett róluk. Itt inkább azt jegyezném meg, kicsit visszakanyarodva, hogy tulajdonképpen benned is van egyfajta kettősség, illetve a pályád kezdetében. Konkrétan ugye igen szoros kapcsolatban álltál az a neoavangardistákkal, ugye Erdély körével, igen. Nyilván, és közben pedig tulajdonképpen egyházi emberként jelentél meg, és ezt a kettőt, ami, hát mondjuk úgy, hogy a neoavangárdnak az a szabadossága, amiről mondjuk, hogy híres, az nem minden esetben egyezik meg az egyház tanításaival, a keresztény egyháznak az elveivel, és ha erről egy pár szót mondanál, hogy te hogyan élted ezt meg, illetve most mit gondolsz róla? Hát nagyja kiderül a könyvből. Ugye Erdély Miklós engem kimondottan, mint papot vett fel zsákhordó munkásnak a műhelyébe, és a barátságunkban a vallás, zsidó és keresztény, az nagyon lényeges volt. Tehát ezen a szinten és a művészet szintjén semmiféle konfliktus nem volt a kettő között, sőt, kimondottan inspirálta. Én az Erdély Miklóst is hívő embernek ismertem meg, természetesen a maga módján és dogmatikájával, hanem amikor ez a neo-avantgárd, ami egy nagyon szimpatikus, kedves játék, közös játéknak indult, már részben Erdély halála után egy uralomra jutott hatalmi ágazat lett, akkor került ellentétben a kereszténységgel. Sőt, én úgy gondolom, hogy az egész emberi művészi tradícióval. Tehát mondhatjuk azt, hogy akik jelenleg, ugye van ismét egy ilyen kicsi, mondjuk úgy, hogy oldalt haladó, nem annyira a mainstreamben haladó ága a neoavangárdnak, tehát az
is, példának okáért, ugye ott vannak a Vas Tiboréknak a küldeményművészeti kísérletei, és a többi, és a többi. Ezekről úgy gondolod, hogy ezek már különösebben nem helyén valóak, esetleg idejét múltak is, vagy pedig inkább úgy látod, hogy ez annak a valamikorinak egy felpuhult és konszolidálódott változata, ami mondjuk úgy, hogy ugye elfér és mutat fel értékeket azért. Nem erre gondolok. Tehát a művészek kísérletezései azok mindig jók, szentek és fontosak, hanem a mögé állt politika, hatalmi politika, pénz és ideológia. Tehát a neoliberális ideológia, a neoliberális világhatalom, pénzhatalom, háttérhatalom, amely ezeket a művészeket, akik erről nem is tehetnek, hivatalos művészetté tette. Tehát ahogy a kommunizmusban a szociál volt a hivatalos, kötelező és egyetlen megengedett művészet. Ez történt szegény avantgárdokkal is. És én szerintem ez nem tesz jót egy művészetnek se. A művész elveszíti a szabadságát, hogyha kizárólagosságot kap, hogyha minden múzeum, minden művészeti folyóirat, minden művészeti oktatási és egyéb intézményen csak azt szabad és azt kötelező nyomatni, ez árt maguknak a művészeknek is. Mert a művésznek teljes szabadságra van szüksége. Jó, persze. Csak ehhez egy gondolatot hadd tegyek hozzá, hogy amikor említettem, hogy a művészettörténeti összefoglalásokban ugye rendre szerepelt Győzőnek egy-egy grafikája, fekete-fehér grafikája, és róla egy-két mondat, hogy és akkor a 70-es években indult grafikus nemzedék másik képviselője, Somogyi Győző, társadalomkritikai groteszk ábrázolásokkal jelentkezett, stb. Stb. Nagyjából ennyi szerepelt róla. Az, hogy mondjuk egy 2000 körül kiadott kötetben, amikor már ő nagyjából 20 éve legalább festészettel is, vagy sőt leginkább festészettel foglalkozott. De tulajdonképpen említhetek olyan jelentős alkotókat, mondjuk mint Kárpáti Tamás, aki ezekben az összefoglalásokban még lábjegyzet szinten se szerepel, holott a mai magángyűjtemények jelentős része azért szinte kötelező jelleggel tartalmaz tőle egy-egy művet legalább, mert a gyűjtők szeme meg egyszerűen nem tudja nélkülözni azt a fajta szépséget, amit mondjuk ő jelenít meg. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy én művészettörténészként azt tapasztaltam, ami is itt kapcsolódik ez Győző gondolatához, hogy tulajdonképpen, ha egy ilyen fejlődési láncolatként írjuk le a művészetet, tehát hogy volt ez az izmus, hatott erre a csoportra, utána ebből ágazott ez a kettő, akkor abból a kettőből az a másik kettő, és itt van, és itt van. És gyakorlatilag mindig az a társaság volt éppen korszerű, modern, haladó, következésképpen jó, aki ebbe beletartozott, akkor a valóban létező művészet és művészek egy hát túlnyomó többségéről egyszerűen nem értesül az, aki ezekből az összefoglalásokból tájékozódik, és nem értesül azokból a kiállításokból se, amit ezeknek az összefoglalásoknak a szellemében született kiállítások mondjuk, vagy akár olyan gyűjtemények, mint a Ludwig gyűjtemény, Ludwig Múzeum bemutatnak. Tehát én ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy megjelenjen mondjuk Győző esztétikája is egy összeszedett és akár kutatók vagy művészek számára is kezelhető formában, köntösben, mert úgy érzem, hogy helyet érdemel a nap alatt, többek között az ő művészete is, és nem lehet annyival leírni, hogy hát igen, a 70-es években készített néhány érdekes grafikai kísérletet, és aztán hát utána meg nem szólunk róla egy szót sem. Úgyhogy ennyiben csatlakoznék ehhez, hogy tehát én is azt gondolom, hogy itt a sokszor a bemutatás egyoldalúsága az, ami, és ugye, amit a kortárs művészet kurátorai ugye gyakorlatilag hivatásszerűen művelnek, ugye a kanonizáció folyamata,
hogy az egy hát elég kegyetlen folyamat, és olyan értékeket sodor a partvonalra, amik nélkül nem lehetünk meg, tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy a kultúránknak ilyen értékeivel egyszerűen nem veszünk tudomást. Nyilván, de mint tudjuk, a kánon az sok esetben szubjektív, és korán sem tárgyilagos dolog. Hát én azt mondom, hogy egyáltalán nem szubjektív, hanem a világot irányító hatalmak határozzák meg nagyon pontosan. Hát ha csak hasonlatként használom azt, hogy amíg a kommunizmus a Szovjetunió az elitjén volt, addig marxista kultúrtörténet írás volt, nem csak művészettörténet, tudománytörténet, tudomány elmélet, egyáltalán mi jó az emberiségnek. Ezt beállították a marxizmusnak abba az osztály jellegű fejlődés elméletébe, amit tulajdonképpen az egész nyugat követ. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor sokkal visszább kell mennünk egészen a felvilágosodásig. Tehát az, amit modernitásnak nevezünk, így is szokták mondani, hogy a posztkeresztény. Tehát a keresztény Európát fölülíró új, immár ateista, Isten nélküli, sőt gondoltan keresztény ellenes szellemi irányzat, az totális hatalomra került a 19. században már felfelé ívelt, a 20. században már tökéletes hatalomra került, csak egyes irányzatai között volt harc. Tehát ma a kommunizmus hanyatlása után már paraszthajszának tűnik az a különbség, ami a marxizmust és mondjuk a liberalizmust egymástól elválasztja. Mindegyiknek a lényege az, hogy a teremtett világot meg kell változtatni, mert nem jó, meg kell haladni, a múltat végképp eltörölni, a természetet le kell igázni, a társadalmat át kell alakítani, magát az embert is át kell szabni, tehát a férfiből, nőt, nőből férfit, csak utalok néhány ma már közismert megnyilvánulásaira. Na most ennek a világméretű totális hatalomnak egyik ágazata a művészettörténet. És tehát amikor kánonba sorolják a művészeket, ez jó, ez nem jó, ez haladó, ez maradi, akkor tulajdonképpen erről van szó. A szocializmusban azt mondták, hogy jó művészet az, ami a szocializmus győzelmét elősegíti, rossz, retrográd művészet az, ami ezt gátolja. Most körülbelül ugyan erről van szó, tehát ami a modernitás világméretű totális uralmát szolgálja, az kanonizált, jó, haladó, pozitív, ami nem, hát az a futottak még, illetve a múlt homályába hulló, ugyanis ennek a fejlődés elméletnek az a lényege, hogy a múltat végképp eltörölni, egy közismert dalnak ez az egyik sora, rabszolga, hadd indulj velünk, tehát a múlt nem játszik. A vallásos civilizációk mindig a múltra építenek. A paradicsom a múltban volt, nem a jövőben, a múltban, és mindig egy folyamatos tradícióról van szó. A modernitásban a tradíció tökéletesen el van vetve, illetve a maradékai megsemmisítendők, és csak a ma, illetve a holnap számít. Tehát következőleg a művészet is ide van besorolva. Amely szavakat abszolút indokoltnak látom, és bár itt senki nem az én véleményemre kíváncsi, de egy apró kis adalékot hadd tegyek hozzá. Ugye itt van a konceptualizmus, sőt most már neokoncept, posztkoncept és a többi a képzőművészetben, ahol gyakorlatilag nyíltan kimondták, hogy a művészetnek kutatásnak kell lennie, tehát amint a tudósok kutatnak, úgy kutat a művész is. Ezzel gyakorlatilag a maradék szakralitásától is megfosztva a művészetet, amely elvezet olyan idézőjelbetett műalkotások felé, amik mondhatni, hogy már meg sem jelennek. Tehát elméletek formájában léteznek, és ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni,
és ezt mondjuk most mind a kettőtök tök kétféleképpen. Egyrészt, aki ezzel nem ért egyet, hogyan tud tőle úgy függetlenedni, hogy közben művészként tovább tud egzisztálni, illetve nem érzi magát egy mondjuk egy magányos hősnek, aki rohan egy pusztában, illetve Gábor tőle pedig ennek egy másik változatát, hogy műtörténészként, ugye nyilván átlátod ezeket a folyamatokat, és te hogyan vágsz ebben rendet, miközben tájékozódsz? És akkor kezdjük mondjuk így balról-jobbra haladva. Hát, én szerintem a modern művész a magányos, aki elkötelezi magát a legújabb trendekhez. Ugyanis állandóan reszketnie kell, hogy holnap egy másik stílus őt érvényteleníti, tehát állandóan loholnia kell a villamos után, amit sose érhet utol. Tehát ezt elég nyíltan meg is fogalmazták művészeti ideológusok, hogy ami tegnap modern volt, az már elavult, újat kell, újat. Én szerintem a hagyományos művész azért nem magányos, mert az ősembertől kezdve évezredek és hatalmas kultúrák állnak mögötte. És még hogyha pillanatnyilag nem is trendi, vagy nem jól fizetik, akkor is érezheti, hogy egy hegytetőn áll mögötte hatalmas kultúrkincs van, ami őt igazolja, és amit ő folytathat. Tehát egy ilyen láncolatnak a láncszeme lenni, ez szerintem a legmagasztosabb dolog. Gábor? Hát én először is szerencsés helyzetben vagyok. Tulajdonképpen én művészettörténészként részben újságíró, tehát a művészettörténészi minőségemet részben újságíróként éltem, megfejtettem ki. Műkincspiacról írtam egy gazdasági újság számára egy évtizeden keresztül, ahol viszonylag kis kontroll mellett, tulajdonképpen szakmai, azt lehet mondani, hogy nulla szakmai kontroll mellett tudtam beszámolni azokról az eseményekről, szereplőkről, amik éppen zajlottak, és viszonylag sok olyan interjúra volt lehetőség, amikor a művészeti sajtó vagy a művészeti lapok kánonjától teljesen függetlenül tudtam akár értékeket is bemutatni, vagy érdekes személyiségeket. És a képválogatásnál is tulajdonképpen egészen más szempontok érvényesültek, tehát érvényesíthettem egészen más szempontokat, mint amikor az ember mondjuk egy műértő folyóirat, vagy egy művészeti folyóirat számára készít riportot. Tehát ez az egy első fele. Jelenleg, most már idestova 3 éve a kulturális örökségvédelemben dolgozom, tehát gyakorlatilag a kortárs művészethez hivatalból nincs közöm. Nekem a 50 évesnél régebbi, sok esetben több száz éves műtárgyakkal zajlik a napi tevékenykedésem, és tulajdonképpen azokat sem értékítélet meg kánon szempontjából kell megítélnem, hanem hát leginkább hivatali eljárások, meg szakértői vélemények értékelése. Tehát magyarul én nem ítész vagyok, hanem én egy hivatalnok vagyok, akinek különböző ügyeket el kell intéznie, és ezzel kell valamit, hát ezzel hízelünk legalábbis magunknak, hogy ezzel kell valamit a művész értékek, kulturális értékek további éléséhez hozzátenni. Ez a kötetem teljesen magánszorgalomból és mindezen tevékenységén mellett született, tehát itt teljesen szabad volt az, hogy milyen témát választok. A kiadónak nagyon nagy hálával tartozom, mert amikor elkészült a kézirat, akkor ők feltétel nélkül mellé álltak, tehát nem mondták azt, hogy jó, de szeretnék, hogyha mellette még egy másik művésszel is lenne interjú, vagy fele ekkora terjedelmű lenne, vagy még ezt tegyük bele, még azt vegyük ki, stb. Tehát ők azt mondták, hogy ezt ők kiadandónak, támogatandónak ítélik. Úgyhogy ez nagyon szerencsés helyzet volt, és hát az is egy nagyon szerencsés helyzet, hogy sikerült, akik kézbe vették már a kötetet, azok látják, a többieknek pedig külön felhívom rá a figyelmét, hogy,
hogy sikerült mellékletként egy nagyon izgalmas és hát valódi kultúrtörténeti csemegét jelentő kis filmet közkincsé tenni. Győzőnek a 70-es évek végén készült animációs filmjét, aminek az a címe, hogy Gőzhajóval Pest Budára 1846-ban. Ezt a filmet én úgy tapasztaltam, hogy sokan még a Győzőt egyébként ismerő, értékelő, szerető műgyűjtők, műértők közül is nagyon sokan egyszerűen nem ismerik, ez nem hozzáférhető. Most már legalább ez a néhány száz példány, ami a kötetekhez készült, ez most már nem törölhető le a föld színéről, tehát ez már lesz. Akkor tovább fűzvén az előző gondolatot, ugyebár a függetlenedésről van szó, tehát mondjuk úgy a hivatalos vagy elterjedtebb, akár baloldali, vagy liberális kánontól való függetlenedésről volt itt az előbb pár szó, ami elhangzott. Nem tudom, hogy ennek a jegyében zajlott a Salföldre való költözésed is, vagy az egész egyszerűen úgy történt, hogy megláttad a Salföldet, és úristen, én szeretnék ott élni. Hát is jól érezted, hát egyrészt gyerekkoromtól volt egy vágy, hogy én falun éljek, és például legyen lovam, meg tehenem, amit Budapesten lehetetlen volt megvalósítani. Kettő, hogy akkor tettek ki az egyházi szolgálatból, és mindenképpen nem életforma váltás előtt álltam, és hát a feleségemmel együtt közösen döntöttünk erről. És ez nekünk nagyon bevált, legjobb életdöntés volt. Egyáltalán nem érzem azt, hogy a művészet vérkeringéséből kikerültem volna. Még ezekből a művészet politikai csatározásokból sem, illetve hát nem azért, mert falura költöztem. Hát ennyi. Még a Gábor szavaira azzal szeretnék utalni, hogy nagy szerencse, hogy a Gábor közgazdász is, illetve hogy olyan volt, nem ideológiai, ideológusan közelít a művészethez. A művészettörténészek kénytelenek ideológusan közelíteni, mert erre tanítják, és illetve erre kényszerítik őket. Ő szakmailag közelít hozzá, tehát az, hogy keverem a festéket, a szitanyomásnak mi a technikája, erről engem soha senki nem kérdezett, és senkit ez nem érdekelt a műtörténészek közül. Mindegyik az, hogy állok ideológiailag a haladáshoz, a különböző politikai és világnézeti trendekhez. Tehát ez egy újdonság, és aki hasonló művészettörténész vagy művészettel foglalkozó ember, akár gyűjtőket gondolok, érdekes, hogy mindegyikük vagy műszaki, vagy közgazdász oldalú, tehát nem a már erősen megfertőzött és befolyásolt művészettörténész szakma felől közelít a művészethez, és ez az egész művészetnek nagyon jót tesz. Köszi szépen, hogy ezeket megosztottad velünk. Én azért mégis visszakanyarodnék a salföldi létformátokhoz, mégpedig egy talán érdekes párhuzammal. Ugyebár ott élvén egy kis művész diaszpórát is sikerült létrehozni, illetve hát alaposan belakni azt a környéket. Van egy másik hasonló hely, van egy másik hasonló hely, ugye Mezőszemere, ahol bizonyára ismeritek. Bukta. Igen, és jelenlevők is ismerik, a Bukta Imre próbálkozik hasonlóval. Nyilván van a két helyszín között azért jó nagy különbség. Te milyen hasonlóságot érzel a Bukta-féle próbálkozással? Nem tudom, hogy mennyire ismered az ő ottani tevékenységét. Hogy miket művelt, hogy mit tudom én, például megpróbálta az ottani betokosodott, végképp elnyomorodott embereket így munkára serkenteni azzal, hogy ingyen szánt nekik, vetőmagot ad nekik, és a többi. Most
ezek csodálatosak, nagyon tetszenek, és ez igazából nem egy népművelői vagy művész, hanem mélységesen emberi és nagyszerű. Úgyhogy a művész nem művészek közt szeret élni, hanem parasztok közt. Tehát én is úgy mentem oda, hogy az még egy paraszt, élő, erős paraszt falu volt. Szemünk láttára bomlott fel, menekültek el az emberek, és egyszer csak ott találtuk magunkat egy üres faluba, ahol már egy kakas nem kukorékolt, egy kutya nem ugatott, és akkor úgy gondoltuk, hogy nekünk kell felvállalni a tradíciót, tehát ha más nem tart állatot, akkor mi fogunk állatot tartani, ha más nem műveli meg a határt, akkor nekünk kell a határt megművelni. És hát ebből alakultak aztán a civil szervezetek, mozgalmak, más emberek oda költöztek. És a végén körülnéztem, és tényleg most már egy művészfaluba találom magam, mert ez a feladat valahogy vonzza a művészeket. Tehát te találtál erre megfelelő embereket, akik valóban oda költöznek és valóban részt vállalnak a vidéknek a mondjuk úgy, hogy fejlesztésében? Hát egy részük úgy költözött oda, más részük én megtaláltam szerencsésen a megyében szerteszét élő kitűnő művész kollégákat. Ugye Budapestről nézve a vidéki művész az nem létezik, de test közelből kiderül, hogy nagyon komoly művészeti élet van. Közösséget is hoztunk létre egy művész cég néven, tehát igen, és valahogy ebből egy olyan hálózat keletkezett, amely teljesen pénz nélkül és politikai, illetve anyagi támogatás nélkül, de egymás kezét fogva egy nagyszerű művészeti és kulturális életet tudott teremteni. Tehát én szoktam mondani azt, hogy nekem nem kell városba menni ahhoz, hogy például színházat, mert mi magunk csinálunk színházat, hoz egy koncertet, vagy mi magunk csinálunk jobb koncertet, mint bármelyik világvárosba, stb. És ez legalábbis a vágyam, hogy ahol leszúrom otomat, mint a jóász, az a világ közepe, és akköré kell szervezni a dolgokat, nem pedig mindig elvágyódni és valami élenjáró távoli pont után loholni. És mit látsz magad körül? Szerinted mennyire terjed a példád? Tehát ez a bizonyos, fogom a botom, és elviszem magam egy helyre, ami utána az enyém lesz. Hát az én példám, én teljes kudarcnak élem meg, akiket megpróbáltam erre rábeszélni, azok vagy bolondnak néztek, vagy ott, vagy belevágtak és elmenekültek, stb. De ez tőlem teljesen függetlenül halad. Örömmel látom, na itt is oda költözök már falura egy ember, na ott is megeg már egy kecske, és látom, hogy diplomás ember fejé. Benne van a levegőben, nem csak Magyarországon, világméretű. Tehát ugye az urbanizáció és a tömegek városba áramlásával párhuzamosan megy a kivonulás, és éppen az értékesebb emberek részéről. Na most, hogy ezt a csatát kinyeri meg, és a hegycserés támadás úgy sikerül, tehát hogy sikerül-e a teljesen elnéptelenített vidéket újra belakni, ez szerintem az emberiség egyik sors kérdése, mert a vidék üres, nem csak Magyarországon, de az egész világon. Tehát azok a tömegek, akik most, mint menekültek vagy migránsok jelentkeznek, azok mind a földjükről előzött, elbolondított falusiak, akik először egy nagyvárosba mentek be, ott csalódtak, elnyomorodtak, és most további centrumok felé hajtják őket, rabszolgának tegyük hozzá. Tehát ez szerintem az emberiség sors kérdése, hogy be tudjuk-e lakni egyenletesen a Földet, mert a Földön mindnyájunknak van helye. És a Föld háromszor ennyi embert is el tud tartani, hogyha méltóztatunk megtermelni az ennivalót és megművelni a Földet. Ja, persze, parancsolj. Bocsánat, csak ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy ha csak abban mérjük a győző példájának a sikerességét, hogy hányan értelmiségiek, bárkik, művészek
költöznek életvitelszerűen az év 12 hónapjára falura, akkor lehet, hogy ez számokban mérve minden tendencia ellenére csekély. De én azt gondolom, hogy, és ezzel félig meddig magamat is mentegetem, mert hogy nekünk is, a családunknak is a jelenlegi életmódja mellett ez nem látszik reálisnak. De úgy gondolom, hogy ha kiterjesszük a dolgot, és azt mondjuk, hogy mint ahogy Csalföldön is nagyon sokan vannak, akik ugyan nem töltik ott az egész évet, de nagyon határozottan egy második lábra állnak, ez a második láb a salföldi házuk, ami teljesen más, mint egy nyaraló, ugye már Salföld az nem a Balaton partján fekszik, hanem egy kicsit följebb. Tehát ez már nem egy nyaraló település, ahol az emberek vesznek egy apartmant, mint Siófokon, és akkor oda lemennek heti két, vagy évente két hétre, és akkor lemennek a strandra. Ez egy falusi környezet, ahova azért mennek az emberek, mert szeretik a falusi környezetet, mert szeretik azt, hogy a környéken akár lovagolni is lehet, hogy a faluban valóban vannak legalábbis mutatóban élő és működő parasztgazdaságok, és egyáltalán a falu levegőjét szeretik. Tehát azt gondolom, hogy az, hogyha nagyon sok ember van, aki legalább így fél lábbal megveti a lábát vidéken, egy faluban, akkor az legalább annyira győző példájának a sikerét igazolhatja, mint azok, akik ennél is akik igazán bátrak, és azt mondják, hogy akkor én mostantól kecskefarmot fogok nyitni, és kecskesajt termesztésből fogok megélni, a családommal együtt, készítésből. Tehát azt gondolom, hogy, és itt jut eszembe egy olyan párhuzam, hogy a 18. századi Angliában, ahol ugye hatalmas kultúrája volt a vidéki birtokok fejlesztésének, mezőgazdasági meg parkfejlesztésnek, ott a nemesség az kőkeményen azt az ideológiát vallotta, hogy két lábon kell állni, tehát Londonban legyen egy házunk, de az a birtok nélkül semmit se ér. Aki csak birtokon próbál gazdálkodni, azt azért egy kicsit úgy érezték, hogy ő azért úgy nem egészen kulturált ember, de azt, aki viszont csak a városba költözött, arra pedig azt mondták, hogy az gyökértelen, és az nem, annak nincs alapja arra, hogy akár politikáról, bármiről beszéljen, mert elvesztette a kapcsolatát a valódi világ, tehát a valódi létalappal. Tehát én ezt egy nagyon szimpatikus gondolatnak tartom, és megint csak ugye hát a fejlődés eszmét, hogyha félre söpörjük, akkor azt gondolom, hogy ez minden további nélkül a 21. században is egy követhető, és sokkal többek számára követhető életmód és gondolkodásmód, mint az, hogyha egy nagyon éles választási helyzetet vázolunk föl. Ez így van, de a középkorban se volt mindenki paraszt, és a magyar nemes is két laki volt, sőt az én jász paraszt őseimnek is volt egy úgymond városi háza, meg volt a tanyája, és a kettő között pendlizett, de hát visszamehetnénk a nomádoknak téli-nyári szállást. Tehát ez az egész dolog nagyon támaszkodik a szimpatizánsokra, a bebírókra, ahogy azt nálunk mondják, tehát akinek van falusi háza, de nem egész évben lakik ott, de a szíve ott dobog, és segíti, támogatja. Hát nem titok, hogy én se a földművelésből élek, hanem a városi gyűjtő barátaimból, akik megveszik az én munkáimat. Tehát ők ugyanúgy hozzájárulnak a falusi lét fennmaradásához, mint aki ott feji a kecskét. Tehát ez egy bonyolult szövet, de hogy egészséges egyensúly legyen, az a cél, nem az, hogy mindenki kecskét, tehát ez lehetetlen is, nem az a cél. Természetesen, ehhez hozzátenném, hogy a gyűjtőket az Isten éltesse sokáig, és növessze a számukat minél nagyobbra. A Salföldre való költözéseddel kapcsolatban van egy meglátásom, amit aztán vagy igazoltok, vagy pedig esetleg megcáfoltok. A könyvnek véleményem szerint az egyik kulcs kifejezése a tiszta szín, a tiszta színek, amelyeket igyekeztél megtalálni, illetve meg is találtál. A művészetedet
úgy értem, hogy konkrétan a tárgyakat létrehozó művészetedet jellemzi egyfajta kétoldalúság, tehát van egy polaritás benne, mint tudjuk, a fekete-fehér rajzok, grafikák és a többi, illetve festményeid, amelyekben ezek a bizonyos tiszta színek jelennek meg. Ezek közül mondjuk én talán a legélénkebben megjegyezhetőnek és a legszembetűnőbbnek a krablak rózsaszín tartom, ami azért majdnem mint egy végjegyed jelenik meg. Nos, amikor kialakult a salföldi új élet, akkor lehet azt mondani, hogy ezek egy ilyen átvitértelemben vett tiszta színek, tehát az életnek a momentumai ilyen átvitértelemben vett tiszta színek, és kötődnek a színes festményekhez. Ez ravasz kérdés egyébként, mert szerintem kétféleképpen válaszoljátok meg. Jó, akkor először a Gábor, aztán meglátom, hogy mit mondja. Hát nem tudom, hogy szinte, szóval én győző színeit úgy látom, hogy meg kell mondjam, hogy én először győző képeiben a témákra csodálkoztam rá, és azok vonzottak magukhoz, és a színvilághoz, ahhoz pedig valahogy a témákon keresztül jutottam el. Tehát, hogy az ember sokáig néz mondjuk egy ilyen Balatonfelvidéki képet, mint ami a kötet borítóján is van, akkor valóban azt mondja, hogy igen, tehát a naplemente vöröse az ilyen. Ez a rózsaszín, a felhők, hogyha azt akarjuk bemutatni, hogy ez egy tájnak az égi mása, akkor valóban ilyen rózsaszín felhők fölött lebegnek ezek a szent hegyek, és így tovább. Tehát akkor teljesen magától értetődővé válik az, hogy miért ezek a tiszta színek jellemzik, és ugyanígy a történelmi kompozícióknál is, tehát ott is nem lehet egy bársony mentét, nem lehet szürkés, mit tudom én, modern offset festékekkel, vagy... De lehet, csak hát milyen lesz. Csak milyen lesz, igen. Tehát azt nem lehet visszaadni, és nincs értelme megfesteni. Tehát ott is teljesen egyértelmű, hogy valamennyire a téma követeli ki magának a technikát. Én ez a meglátásom így. De mondom, az, hogy szerintem tehát győzőnek a képeit, valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki elsősorban, vagy először talán a témák felől közelíti meg, mert hát kinek ne lenne vonzó a magyar hadtörténelemnek a legdicsőbb csatáink és a királyainknak az arcképcsarnoka, ki ne szeretné a Balaton panorámáját, ki ne szimpatizálna mondjuk aranyos rackanyájjal, hogyha éppen annak a képét festi meg a művész, és akkor ezeken a témákon keresztül, amivel megint csak ugye, hát a szabad, ezt a képet is használom, fikiztatsz a modernizmusnak, hiszen az annak az egyik központi tézise, hogy mindegy az, hogy mit ábrázol a kép, csak az a lényeg, hogy a valőrök és a fények és a kompozíció hogy néz ki. Szerintem nem igaz, hogy mindegy, mit ábrázol a kép. Tehát a téma felől közelít az, akinek ezek a témák kedvesek, és utána eljut oda, hogy rájöjjön arra, hogy igen, de ezeket a kedves témákat, ezeket valóban ilyen színekkel lehet csak, és érdemes csak ábrázolni. Hát a dolog nagyon bonyolult. Egyrészt az emberek meg csak egy része vizuális, és ez adottság, tehát ez nem nevelés vagy műveltség kérdése. A másik része a fogalmak felől közelít, meg kell magyarázni, akarja érteni, és utána, ha megértette, akkor esetleg rányílik a szeme, és akkor már tetszik is neki. Tehát ezt el kell fogadni. A másik, azt látom, hogy ezek a színek, amiket mi tiszta színeknek nevezünk, ez sok ember számára bikavadító gics parádé, és bakot ugranak tőle, és van, akinek kimondottan epe rohamokat okoznak ezek a sárgák, például meg a rózsaszínek. Tehát, és ha ezeket megnézzük, akkor
például egészségi állapot, valamint karaktertípusnál is számít. Azt például kimutatták, nem én találtam ki, hogy akinek az epéjével probléma van, a sárga szín annak szenvedést okoz. Tehát mindezt a másik, én szinte tesznek tudom használni, az, hogy például valaki ateista-e vagy vallásos, hogy áll hozzá a kép. Az ateisták nem bírják ezeket a színeket, de például egy fajta ilyen dogmatikus, merev vallásosságú emberek sem bírják. Tehát már is szűkül a kör, akiknek én egyáltalán testhetek. De az nagyon lényeges, hogy az egész modernitás a természet leépítésére és egy művi ember által, tehát az Isten által teremtett természet helyébe egy ember által létrehozott művi technikai világot szeretne létrehozni. A természetet vissza akarja szorítani rezervátum, vagy állatkertbe, vagy parkba. Tehát aki ennek az eszmének az elkötelezettje, az bőszíti a természet burjánzása. Viszont örömét leli a szürkékbe, a szögletes formákba, az üveg, beton, acélnek a formavilágába, és azt a fajta művészetet találja szépnek, illetve ezt a szót ma már egyre kevésbé használják, de trendinek, haladónak, fejlettnek, jövőbemutatónak, stb. Míg azok az emberek, akik ezt a modernitást legalábbis kritikával fogadják, és a természetbe vágynak, és az Isten által teremtett valóságot megőrzendőnek, hát azok viszont vonzódnak a színekhez is, és a természeti formákhoz. Mert ugye itt szobrászatról most nem beszélünk, de ugyanez a helyzet, akár a színház, akár a filmmel, akár a fotóval, minden művészeti ágban ugyanez a dilemma. Akkor tehát ez tulajdonképpen tekinthető egyfajta determináltságnak is, úgy művészettörténeti értelemben, vagy mondjuk az értelmiség rész determinálják a művészt, hogy na tessék, ez bizony ilyen színesen fest, és akkor ez ilyen és ilyen. De nem lehet, hogy egyúttal a skatujázásból való kimenekülést is jelenti? Hiszen azok a műítészek, akik mondjuk erre azt mondanák, hogy hát ez bizony pulitarka és gicses és a többi túlszínes, azok egy naív művész esetében a esetenként talán még összesen illő vad színek láttán nem jegyeznek meg ilyesmit. És ugye hát ez, és akkor itt vannak ezek a skatulyák, ha a naív művész csinálja, akkor az ugyanazt, akkor az jó, hogyha egy képzett művész, aki ugye hát egy akadémikus alkotónak tekinthető, akkor pedig az nem jó. És nem lehet, hogy ez a fajta, mondjuk úgy, hogy semmisnek tekintés ezeknek a véleményeknek, ez a skatulyák elől való kisiklás. Hát, ugye a mai művész az nem veszélyes, az már eleve a óvodás szint. Nyilván, hogy ebben kihívást éreznek. Én egyébként nem félek, én nagyon jól érzem magam abban a skatujában, hogy hagyományos vagy keresztény művész. Sőt, törekszem is arra, hogy meg legyek határozva. Éppen a modern és állandóan a trendet követő művész az, aki sért az, hogyha őt valahova besorolják, mert hiszen akkor nem tud haladni. Tehát nem értem ilyen menekülésnek egyáltalán. Egyszerűen az a neveltetés, világkép, világnézet, vallás, amiben én nevelkedtem, az abból ez következik. Nyilván, közben pedig ugye ott voltak a fiatalkori avantgárdos élmények, a kettő, ahogyan így elkeveredett és letisztult tulajdonképpen, az is valahol ott bujkál. Hát az avantgárd művészektől én rengeteget tanultam, és nagyon szerettem
szerettem őket, mindnyájukat. Tehát ezt mondom, hogyha egy művész bármilyen látszólag vad dolgot csinál és kísérletezik, és az mind fontos, mert az mind egy pontot vagy veszélyt hozzát ez az emberiség hatalmas kultúrájához. És ettől csak gazdagodik az ember. Tehát én loptam is, kimondottam formákat, vettem át és tanultam kompozíciós elveket. Például ugye Erdély Miklós mondta szép Pepita művészet, tehát a grafikáknak a elrendezése, vágása, a fotóból rengeteget veszek, lopok minden. Tehát nem stílusokkal vagy pláne művészekkel kerülnek az én munkáim konfliktusba, hanem azzal a ideológiával, hatalmi rendszerrel, amely hát a művészeket a jármába akarja fogni, és bizonyosokat meg akar semmisíteni, bizonyos stílusokat és szellemi irányzatukat. Tehát ma nagyon közel állunk hozzá, hogy olyan mértékben homogenizálják az egész emberi civilizációt, ami a pusztulás előszobája. Ugye a Föld a biodiverzitáson alapul. A fajták, emberi, állati, kulturális formák milliósok sokszínűsége és kavalkádja. Ma viszont egyetlen egy zene megengedett, tehát ez kedvenc tapasztalatom, hogy egyszer a fiam segítségével interneten egy éjszakát rászántunk, hogy a világ összes rádióadóját végig, a Fidzsi-szigetektől, sőt, mindegyikből ugyanaz az amerikai angol nyelvű rágókumi zene áradt. Talán az egy örmény adongótól örményül beszéltek. Tehát olyan mértékben uniformizálták a művészetet is, de hát ugyanúgy a divatot, ugyanolyan kamcsatkai fiatal, ugyanolyan azt a farmert hordja, mint a tűzföldi indián fiatal, stb. És ez egyre fokozódik. Na most a művészet ebbe meghal. Tehát a művész a helyi értékeket és a színességet ilyen értelemben is akarja és próbálja értetni és művelni. Hát ez akár zárszó is lehetne, viszont még van egy mondjuk úgy a végére tartogatott kis barátságos kérdésem. Ugyebár a könyv elkészült, és a gondolataidat tartalmazza, neked pedig a rengeteg munkád van benne, nyilván. Elkészült, itt van, egyben van, kerek, megszerkesztett, és mindazt magában foglalja, amiről most itt a vége felé például beszéltél. Tehát ahogyan legalábbis én láttam elolvasván, egyfajta protestálás a mostani világrenddel szemben, és hagyományos értékek mellett való kiállás. És most ez tényleg itt áll előttetek. Megkérdezem, hogy ránézvén, hogy érzitek magatokat? Hát én nagyon boldog voltam, amikor az első példányokat is megkaptam, és hogy mondjam, tehát nekem ez a második könyvem. Az első könyvem egészen más jellegű volt, műgyűjtőkről szóló telefonkönyvszerű lexikon. Ugye az egy adatgyűjtést jelent és annak a kiadása az lényegében egy munkának az elharapása volt, ami azóta is folyik, és hát ugye az adatok folyton gyűlnek, és információk sokasodnak. Tehát ott egy folyamatnak volt egy állomása az, hogy akkor megjelent ez a könyv. Ez a könyv egészen másmilyen, nem csak a témája miatt, azért is, mert nagyon szubjektív, és a szívemhez sokkal közelebb álló, tehát egészen más jellegű, mint egy ilyen tárgyilagos kutatási jellegű feladat. És azért is más, mert úgy érzem, hogy ez így egészében, tehát ez egy kerek dolog, tehát ebből nem hiszem, hogy hát akár én, de remélem, vagy szerintem győzősen érzi úgy, hogy akkor most jövőre érdemes lenne egy második kötetet, vagy egy javított változatot, vagy egy nem. Tehát nyilván mindenben vannak hibák, elütét, lehet, hogy vannak olyan megfogalmazások, amiket akkor igen, ezt a két szót inkább két másikkal helyettesíteném, hogyha most megint jól átgondolom, de,
de ha mégis a gondolatokat és a témákat nézzük, akkor, akkor ez valamennyire egy kerek dolog. Na és ez a jóleső érzés áradt el bennem, amikor megláttam a könyvet, és úgy érzem, hogy ez ennek, tehát nagyon, mindig nagyon fogok örülni annak, hogy ez elkészült, és nagyon hálás leszek Győzőnek, hogy ezt a rengeteg időt rászánta, mert sokszor kifejezetten, hát szinte kényelmetlenül éreztem magam, hogy most tudom, hogy ő legszívesebben kimenne, már az állatokat kéne a reggel kihajtani, de hogy még megbeszéltük, hogy kora reggel megyek, és fölveszünk egy másfél órás beszélgetést, és akkor azt bizony kipasszíroztam belőle. Tehát, hogy nagyon hálás vagyok, hogy ezt a sok időt rászántam, meg aztán a korrektúrára is. Úgyhogy ezt a jó érzést és örömet érzem a könyv kapcsán. Hát az egész a Gábor műve is érdeme. Én egy ilyen formátlan gondolathalmaz vagyok, akiből ő teremtett formát. És tehát egyébként nem az, hogy én más szeretem, hanem fáradékony vagyok. Tehát maximum egy órát bírom a súlyosabb beszélgetést, utána elkezdek hülyeségeket, közben persze iszogatok is, és akkor már keresem az egész utat. De Gábor szerencsére szigorúan kijelölt, hogy ma ezt a témát végigjárjuk, jó napot. Aztán volt, hogy utána az egészet ki kellett húzni, és újból leültünk ugyanannak a témának, mert mind a ketten azt láttuk, hogy ez így zavar. Hát aztán szóval a Gábor öntött formát belőle, mert a rengeteg szó áradatból még mondatokat is sokszor a Gábor formát, tehát ez mindenféleképpen az ő alkotása. Akkor tehát azt mondhatjuk, hogy mindenképpen érdemes megvásárolni a könyvet annak is, aki személyesen és jól ismeri a könyv tárgyát, elnézést, hogy így titulálok, mivel hogy személyesen mindezt így nem lehet megtudni, mint ahogy most megtudtuk. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét, nektek pedig a beszélgetést. Illetve mielőtt még szétszéledne a tisztelt társaság, fel lett hívva a figyelmem rá, hogy szóljak, van némi pogácsa és egy kevés innivaló, hogy a hallgatózásnak a tikkadságát oldhassuk. Ilyenek vele. Megbeszélgethetünk.